Köszöntöm a csatornámon. Remélem, talál itt hasznos és érdekes dolgokat. A következő néhány percben a Martin Kft. Című feladatot fogjuk megoldani. Miután alaposan tanulmányoztuk a feladat szövegét, kezdjünk hozzá. Első lépésként helyezzünk fel egy routert. A routerhez közvetlenül kapcsolódik az S10-es kapcsoló, és az S10-es kapcsolóhoz közvetlenül kapcsolódik az AP10 vezeték nélküli eszköz, valamint az S11 kapcsoló. Kössük össze ezeket az eszközöket. Először az S10 kapcsolót a routerrel, majd az S10 kapcsolót az Access Ponttal, végül az S10 kapcsolót az S11 kapcsolóval. Az S11 kapcsolóhoz közvetlenül csatlakozik két személyszámítógép, helyezzük fel őket, és csatlakoztassuk a switchhez. Talán meglepő, hogy az S12-t és a hozzá kapcsolódó két gépet nem raktam fel, viszont a Windows ebben nagy segítségünkre van, hiszen ha kijelöljük ezt a három eszközt, a kapcsolót és a két személyszámítógépet, és a szokásos Ctrl-C, Ctrl-V billentyű kombinációt alkalmazzuk, már is megdupláztuk az eszközeink számát, és más dolgunk nincsen, mint csatlakoztatni az S10-hez az újonnan kapott S12-es kapcsolót. Mindezek mellett már csak egyetlen eszköz hiányzik, egy tablet, amely azonnal kapcsolatba lép az Access Ponttal. Miután a baloldali hálózatokat felépítettük, konfiguráljuk be az eszközöket. A baloldali hálózat a 192.168.1.0-as IP cím tartományból kap IP címeket. Ebből következőleg a router annak is a Fastethernet 0/0 portja a 192.168.1.1-es IP címet kapja. A maszkon nem változtatunk, de nem felejtjük el bekapcsolni a routert. És ha már itt vagyunk a routerben, állítsuk át a host nevét, legyen a host név R1. Kilépünk, host name R1. Nézzük a további beállításokat. Ne csak a host nevét, a display nevét is változtassuk meg. Legyen a display neve R1. A személy számítógépek a PC11, a PC12, a PC21, és a PC22 display neveket kapják, és ezek az elnevezések egyben azt is mutatják, hogy milyen IP címekkel fogjuk őket ellátni, vagyis fix IP címet kapnak a PC11, a 192.168.1.11-es IP címet, a maszkon nem változtatunk, de a gateway-t beállítjuk 192.168.1.1-re, a PC12 esetében az IP cím 192.168.1.12, maszkon nem változtatunk, de a gateway 192.168.1.1. A PC21 esetében az IP cím 192.168.1.21, maszkot nem változtatjuk meg,
A default gateway a 192.168.1.1. És végül a PC22 esetében az IP cím a 192.168.1.22, maszk az változatlan, a default gateway a 192.168.1.1-es IP cím. Nézzük tovább a konfigurálást. Következő lépésként konfiguráljuk be a vezeték nélküli eszközt. Nézzük, milyen beállításokat kell megtennünk. SSID AP10 autentikáció VPA2 PSK a jelszó Martin 1111. A titkosítás típusa pedig a TKIP. Természetesen a kapcsolat megszakadt a tablet és az access point között, ebből következőleg a tableten is be kell állítanunk az SSID-t, a hitelesítést és az ehhez kapcsolódó jelszót, valamint a titkosítás típusát. Ha ez megvan, a két eszköz újra kapcsolatba lépett egymással. Az access pontnak a display nevét változtassuk meg AP10-re. A tabletnek a display nevét változtassuk meg DPC11-re. A következő konfigurálás a switcheket fogja érinteni. A központi kapcsolónk az S10, a baloldali az S11, a jobboldali pedig az S12. Nézzük az S10-es kapcsolót. Parancsorba lépünk, belépünk a konfigurációs üzemmódba, és első lépésként változtassuk meg a host nevét is, hostname S10. Szeretném, ha az elérése jelszóhoz lenne kötve, vagyis line konzol 0, password, konspass, és nem felejtjük el a login parancsot kiadni. Nem csak konzol parancsot, hanem enable parancsot is meghatározunk. Enable password, enapass. Következő lépésként konfiguráljuk a VTP szolgáltatást. VTP domain Martin. Látható, be is állította. VTP password Marton. Látható, be is állította. Végül VTP mode server. Mivel alapértelmezetten is szerverüzemmódban dolgozik a kapcsolónk, ezért itt nem történt beállítás. Nézzük az S11 kapcsolót. Konfigurációs üzemmódba lépünk, és első lépésként itt is beállítjuk a host nevet. A host név után következik a VTP konfigurálás, VTP domain Martin, látható beállította, VTP password Marton, látható beállította, itt viszont VTP mód kliens, és megtörtént az átállítás. Az S12 esetében belépünk a konfigurációs üzemmódba, enable conf t,
Hozném F12, VTP domain Martin, látható beállította, VTP password Martin, ez is megtörtént, végül VTP mód kliens, és megtörtént az átállítás. Mivel a VTP-nek akkor van értelme, ha trunk portokkal kapcsolódnak az eszközök, ezért a kapcsolókat összekötő vezetékeket trunk portra állítom. Látható, hogy a három kapcsolót összekötő két vezeték valóban trunk porton működik. Miután a baloldali hálózatunk készen van, kezdjünk hozzá a jobboldali hálózat felépítéséhez. Első lépésként helyezzük fel a központi kapcsolót, az S20-at. Kössük is össze az S20-at a routerünkkel. Ez a hálózat a 192.168.2.0-as hálózat lesz. Ebből következőleg a routernek az a portja, amely ebbe a hálózatba becsatlakozik, a 192.168.2.1-es IP címet fogja kapni. Állítsuk is be, és ne felejtsük el bekapcsolni a portot. Következő lépésként szükségünk lesz egy vezeték nélküli eszközre, ez lesz az AP20, valamint szükségünk lesz egy szerverre, amely majd a DHCP szolgáltatást fogja üzemeltetni. Az Access Ponthoz három darab tabletet pakolok még fel, amelyek azonnal kapcsolatba lépnek az Access Ponttal. Kössük össze a switchünket a szerverrel, és a switchünket az Access Ponttal. A szerverünknek a display nevét állítsuk át DHCP-re, hiszen ő lesz a DHCP szerver. A switchünk display nevét állítsuk át S20-ra. Kicsit tegyük odébb, hogy lássuk is. Az access pont legyen az AP20, a tabletek pedig a TPC21, TPC22, és TPC23-as. Display nevet kapják. Miután felépítettük a hálózatunkat, következik a konfigurálás. A DHCP szerver a 192.168.2.2-es IP címet kapja, vagyis a Ethernet portját állítsuk be 192.168.2.2-re. Subnet maszkon nem változtatunk, viszont a Gateway 192.168.2.1-es portra kerül beállításra, és ő maga lesz a DNS szerver, vagyis a DNS szerver a 192.168.2.2. És ha már itt vagyunk, akkor konfiguráljuk is be a DNS szervert. A domain név a martin.hu. A hozzá kapcsolódó IP cím a 192.168.2.2, és nem felejtjük el bekapcsolni a szolgáltatást. Működik még a szerveren a DHCP szolgáltatás is,
ahol szintén beállítjuk a default gateway-t a 192.168.2.1-re, és a DNS-t a 192.168.2.2-re. A start IP cím a feladat megfogalmazása szerint a 192.168.2.100-as IP cím legyen. A maximális felhasználók száma 10 legyen, és ha ezeket beállítottuk, elmentjük a beállításokat, de nem felejtjük el, hogy a szolgáltatás mentése után szükséges még a szolgáltatás aktiválása, a szolgáltatás bekapcsolása is. Abban az esetben, ha megnézzük a vezeték nélküli eszközöket, akkor azt látjuk, hogy valóban megkapták az IP címet és a kapcsolódó adatokat, úgy, mint a default gateway, illetve a DNS szerver beállítás. Itt is látható. Mindezek után az AP20-ba is megtesszük a vezeték nélküli beállításokat, az SSID-t átállítjuk AP-ra, a hitelesítés típusát VPA2 PSK-ra, a hozzá kapcsolódó jelszót a Martin 1234-re, a titkosítás típusát pedig nem változtatjuk. Természetesen elveszett a kapcsolat az access pont és a vezeték nélküli eszközök között, vagyis szükségessé vált a másik három eszköz esetében is beállítani ezeket a beállításokat, SSID AP, VPA2 PSK az autentikáció, Martin 1234 a jelszó, valamint AS típusú a titkosítás. Nem csak az egyik eszköz esetében, hanem mindhárom esetében szükséges a beállítás. Abban az esetben, ha ezeket a beállításokat megtesszük, a három eszköz újra kapcsolatba lép az access ponttal. Ha eddig készen vagyunk, akkor már csak a másik oldalt lévő TPC11-es eszköznek kellene IP címet adni, ehhez viszont újra szükségünk lesz a DHCP szerverre. A DHCP szerveren egy másik tartományt, egy másik poolt szeretnék létrehozni, ez lesz a Server Pool 2, és tulajdonképpen semmit nem változtatok meg, csak a start IP címet állítom át, 192.168.1.100 lesz a start IP cím, és hozzáadom az új tartományt. Ezzel még nem vagyunk készen, hiszen a routeren szükséges az úgynevezett IP helper parancsnak a kiadása, IP helper address 192.168.2.2, vagyis a DHCP szerver IP címét adom ki. Ezt a parancsot a router azon portján adom ki, amely ahhoz a hálózathoz van a legközelebb, amelyik hálózatba szeretném az IP címeket szórni. Ha megnézzük a vezeték nélküli eszközünket, azt látjuk, hogy valóban kapott DHCP által szórt IP címet. Amint látható, a kapcsolatfelvételek sikeresek. Előfordulhat, hogy az első esetben még nem sikeres a kapcsolatfelvétel, de a második esetben már biztosan sikeres a kommunikáció. Ha már csináltunk VTP-t, akkor csináljunk VLAN-okat is,
Az S10 switchen én csinálok egy 10-es VLAN-t, és csinálok egy 20-as VLAN-t, és mivel a VTP protokollt használom, ezeket a VLAN-okat automatikusan átvette az S11 és S12 is. A 11-es és 21-es gépet a 10-es VLAN-ba, a 12-es és 22-es gépet pedig a 20-as VLAN-ba szeretném beállítani. PC11 tehát 10-es VLAN, PC12 a 20-as VLAN. A másik kapcsoló esetében ott is ott a 10-es 20-as VLAN, a PC21-et a 10-es VLAN-ba, a PC22-t a 20-as VLAN-ba szeretném pakolni. Ettől a perctől kezdve a 11-es és 21-es tud egymással kommunikálni, a 12-es és 22-es tud egymással kommunikálni, ugyanakkor a 11-es és 12-es, vagy a 21-es és 22-es már nem képes egymással kommunikálni, mint ahogyan a 12-es és 21-es sem, hiszen a VLAN megakadályozza közöttük a kommunikációt. Köszönöm, hogy itt járt. Ha tetszett, amit látott, kérem, iratkozzon fel!